Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők, tiszteltek, köszöntök mindenkit a mai munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendégünket, valamennyi jelenlevőt és természetesen a televízió nézőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 11 képviselő megjelent, tehát teljes létszámban vagyunk jelen a mai képviselőtestületi ülésen. Így természetesen az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata. Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a teljes napirendet, aki egyetért vele, készfeltartással jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 16. napi rendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében, 46 paragrafus második bekezdés C pontja értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület, aki ezzel egyetért, készfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre és elismerések átadására kerül sor. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy ismertesse a köszöntéseket. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Jobágyné Ungvári Sára Juditot, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének nyugalmazott pedagógusát, akinek állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr miniszteri elismerő oklevél elismerést adományozott. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert, jó egészséget kívánok. Felkérem Jobágyné Ungvári Sára Juditot, hogy legyen szíves kifáradni, és polgármester úrtól az elismerő oklevelet, illetve a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Delinszky Lászlót, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének nyugalmazott pedagógusát, akinek állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr miniszteri elismerő oklevél elismerést adományozott. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Dedinszky Lászlót, hogy legyen szíves kifáradni, és polgármester úrtól az elismerő oklevelet, illetve az ajándékot átvenni.
Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Székelyné Csordás Máriát, a Karcagi Arany János Általános Iskola nyugalmazott pedagógusát, akinek a gyermekek, tanulók oktatása, nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Székelyné Csordás Máriát, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól az emlékérmet, illetve a világcsoklót átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Kovács Miklós Istvánnét, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda igazgatóját, aki a katolikus nevelés oktatásban végzett kiemelkedő szolgálatáért a Szent Gellérdi aranyfokozatát vehette át 2023. augusztus 23-án dr. Ternyák Csaba érsek úrtól Miskolcon, az Egri Főegyházmegye Veni Sancte ünnepségén. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Kovács Miklós Istvánét, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Ferenci Sándorné, ezüstkoszorús mesterkiképzőt, akinek Karcagváros polgármestere, a PH 12941/2023 számú határozat alapján a város társadalmi életének fejlesztésében végzett tevékenységéért polgármesteri dicséret elismerést adományoz. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert, jó egészséget kívánok. Felkérem Ferenci Sándornét, hogy legyen szíves kifáradni, és polgármester úrtól az elismerést, illetve a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyem és uraim, szívből gratulálok valamennyi kitüntetésnek, elismerésben részesültnek, további jó munkát, erőt, egészséget, illetve a jó megérdemelt pihenést kívánom mindenkinek. Tisztelt képviselőtestület, megköszönöm jegyző úr közreműködését a díjak átadásában, 5 perc szünetet rendelek el. Folytatjuk munkánkat. Napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség, a kérdések megválaszolása a napirendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, van-e valakinek? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők! Előre bocsátanám, hogy nem kérdés lenne, hanem egy eseményt szeretnék megemlíteni. A múlt héten történt városunkban a lomtalanítás, és hát mindenki láthatta, hogy a adott kuka szállítási napon kitette a megunt holmikat, lomokat a háza elé, és a hulladékgazdálkodási cég gördülékenyen, precízen ezeket elszállította. Szeretném elmondani, hogy több mint 50 tonna holmi, felesleges holmi és illetve lom került elszállításra, a lakosságot ezzel jelentős terhektől megszabadítva, úgyhogy szeretnék a hulladékgazdálkodási cégnek gratulálni, és a vezetőjének, Balajti József igazgató úrnak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Valóban én azt gondolom, hogy a képviselőtestület minden tagja nevében köszönjük a munkájukat. Valóban nagyon hasznos és nagyon jó dolog volt ennek a lomtalanításnak a megszervezése, mint ahogy előtte az elektronikai hulladékgyűjtésnek is. Úgyhogy meg hát nyilván az a napi program, amelyet végighajt a hulladékgazdálkodási Kft. Is elég komoly odafigyelés szervezést igényel, és nagyon jól végzik munkájukat. Ugye a hétvégén került átadásra az a válogató csarnok, amelyet pályázatból sikerült megvalósítani Karcagon, illetve az ehhez kapcsolódó különböző eszközbeszerzéseknek az átadására is sor került hivatalosan a szombati napon, ugye a pályázat zárására. Úgyhogy nagyon köszönjük az ő munkájukat, valóban gratulálok az elvégzett feladatokhoz. Pánti Ildikó képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Nekem sem kérdésem van, egy megállapításom van, és ehhez a hétvégéhez, a városnapjához kötődik, a szombati naphoz, ami gyakorlatilag nagyon szép és jó idővel köszöntött ránk, és az is öröm volt számunkra, hogy a városnapjára itt volt a testvérvárosi delegáció közül a lengyel és a német delegáció. És ilyenkor a városnapján mindenütt így van ez, igyekszik megmutatni a delegációknak is, és a város lakosságának gyakorlatilag azt az értéket, hogy mit tud, milyen egyesületei, milyen alkotó közösségei vannak. És öröm számunkra, hogy egyre több alkotó közösség mutatkozik be ilyenkor önkéntesen, részvételével, értékeinek bemutatásával a delegációk, ha éppen akkor itt vannak, vagy a város lakossága előtt, mert öröm számukra, az egyesületi tagoknak, hogy azokat az értékeket, amelyet képviselnek, és amelyért egy közösségbe szerveződnek, megmutathatják, és ez sikerélmény is számukra. És örömmel és örvendetes volt ezeket az alkotó közösségeket, és el kell mondani, hogy minden alkalommal, amikor lehetőségük vannak, itt vannak örömmel, önkéntesen, szabadidejükből áldozva, és ezek nagy dolgok. És ilyen volt ugye a gyermekműsorok szervezésében az énekesek, akik részt vehettek és részt vettek a hímző szakkörnek, a csipke szakkörnek az alkotói, az egyesületi tagok, a Bengecseg Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat, és ami számomra is újszerű volt, hogy ugye a gyermekek örömmel adják a kis arcukat oda az arcfestéshez. És ezen az arcfestők közösségébe egy szakember, mindenki szakember, de egy szakkozmetikus is részt vett. És ő is szépítette a gyerekeket, és hosszú sorok álltak ő előtte is, meg a többiek előtt is, hiszen ez számukra is öröm volt. És ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ügyesek voltak a főzőmesterek is, amire szintén lehetőség, tehát egy színes program volt. Köszönjük a szervezőknek, az ott lévőknek, akik fontosnak tartják, hogy amikor egy város ünnepel, a városért, a városban, mindannyiunkért ott legyenek. Köszönjük nekik, és a továbbiakban is jó alkotó együttműködést kívánunk a városnak, ezekkel az egyesületekkel és minden egyénnel, mert hiszen egyénileg is lehet egy-egy programmal részt venni.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, valóban dicséretet érdemel valamennyi civil szervezet, aki nem csak ezen a rendezvényen, hanem más városi rendezvényeken is közreműködik szervezőként, rendezőként, színesíti a különböző programokat. El kell mondani, hogy ezen a hétvégén került megrendezésre a megye napja is Szolnokon. Ugye egy időben ott is nagyon sok karcagi civil szervezet vett részt, természetesen az ő jelenlétüket is a szolnoki megye napon köszönjük szépen, hiszen azzal is emelték a város hírnevét. Köszönöm szépen, én is csatlakozok képviselőasszonyhoz, gondolom, hogy a képviselőtestület valamennyi tagja nevében köszönjük a hétvégi program szervezést valamennyi közreműködőnek. További kérdés, hozzászólás, Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Polgármester úr, azzal a kérdéssel fordulnék önhöz, áthallásos a dolog, de inkább kéréssel. Kisföldek, Szimovoda. A Szimovoda egy nagyon jó és nagyon kellemes jó kis óvoda. Három csoporttal, közel 60 fő gyermekkel. Nagyon ráférne az óvodára, ha egy nem túl nagy összeg, egy féltetőnek a kialakítása az óvoda udvar felüli részén jelentősen növelni a komfortérzetet és a gyerekeknek a mozgásterét a szabadba. Úgy gondolom, hogy nem túl nagy összegből ez egy megoldható dolog lenne. Találjunk rá forrást, oldjuk ezt meg a dolgot. A másik szintén kiskulcsosi iskola. Az iskola, hát maga az épület egyre inkább rászorul arra, hogy egy határozott felújításon essen át. Én javasolnám, hogy nézzük meg minél hamarabb és minél hatékonyabb pályázati lehetőséget ezzel kapcsolatban, amit elérhető, és el is tudunk érni, hogy az iskolára, az épületrendszerre egy jelentősebb összeget költsünk rá, ráfér, nagyon ráfér az iskolára már most a felújítás. Kérdés. A városban sok mindenkit érdekel, az a bizonyos szennyvízhelyzet. Hogyan állunk? Mint állunk? Ugye kezdődött a probléma a Toronyháznál, Ady Endre út sarkánál, majd később kiderült, hogy a Széchenyi sugárúton gyakorlatilag másik két helyen is beszakadt az út, illetve hát a csatorna nyilvánvalóan alámosta az út szerkezetet, és nem úgy működik, ahogy kellene. Előző testületi ülésen kaptunk egy ígéretet, a TRV részéről is kaptunk egy határozott ígéretet, hogy maximálisan oda teszi magát. Örülünk neki, hogyha maximálisan oda teszi magát, de az azért elég jól látható, hogy tűzoltás folyik a TRV részéről is. Talán hamarabb kellett volna elkezdeni, ezt ugye forszíroztuk már korábban is, és akkor talán nem tartanánk itt. Nem csak a sugárút csatorna hálózatával van gond. Én úgy gondolom, hogy a TRV-t noszogatni kellene, és rá kellene arra venni, hogy további csatorna szakaszokat és még hasonló Viszmajor helyzetek megelőzése előtt kezdje meg a felújítását. Tudom, hogy ez pénzkérdése, de nem hiszem, hogy különösebben gond lenne. Én úgy hiszem, hogy a kormány erre gond nélkül tudja biztosítani a fedezetet. Tehát én azt látom, hogy a TRV részéről kellene egy határozott akarás, és akkor meg lehetne ezeket a kérdéseket oldani. A másik súlyos probléma, és előbb-utóbb szintén probléma lesz a városban, az az ivóvízhálózatunk, amelyik szintén 60 évnél idősebb. Nagyobb részt acélcsövekkel, acélcsőhálózatra épített rendszer, ami bizony előregedett. Itt szintén rövid időn belül, adott esetben itt mondjuk 10 éven belül komoly szolgáltatási problémák lehetnek. Tehát ebbe az irányba kérném polgármester urat, hogy erős pressziót alkalmazzon a TRV-vel szembe. Az elmúlt időszakban sajnos volt egy olyan időszak, amit megtapasztaltunk, nagyjából egy 5 év, ugye a Bakondi vezette TRV-nél, hogy bizony sajnos Karcagi finoman szólva mostoha gyermeke volt a
TRV-nek. Reméljük, hogy az új vezetés másként áll, és polgármester úr is jobban tud és hatékonyabban tud velük boldogulni. Közlekedés. Igen, a főtérnek a bíróság előtti útszakaszán hát vannak karcagi polgárok, akik autópályának vagy versenypályának tekintik azt a szakaszt. Én kérném, hogy legalább első körbe egy sebességkorlátozó táblát helyezzünk már ki. Elég nagy a gyalogos forgalom, ráadásul a gyermekek forgalma is nagy. Ott iskola van, illetve hát szemben a park, játszótér, fagyizó. Nagyon sok gyermek van, és bizony tudjuk azt, hogy a gyermek az a figyelme egy pillanat alatt elterelődik, kilép az útra, nagyon komoly balesetveszélyt hordoz magát. Egy 30-as korlátozó tábla első lépésben én szerintem segítene, ha mégsem, akkor javasolnám akár fekvő rendőrnek a kiépítését is azon a szakaszon, de ez legyen még esetleg a jövő kérdése. Köszönöm szépen a figyelmet. Megpróbálok gyorsan válaszolni a kérdésekre, ami nyilván nem fog... Lehet, hogy nem mindig sikerül majd gyorsan elmondani, de próbálom összefoglalni. Kezdjük visszafele közlekedés. Azt gondolom, hogy jogos a kérés a bíróság előtti útszakaszra egy sebességkorlátozó tábla kihelyezése. Nem hiszem, hogy gondot okozhat. Szerintem meg fogjuk vizsgálni, és ha igen, akkor természetesen kikerül. Nyilván célszerű akkor nem csak a bíróság előtti szakasz, hanem a Széchenyi, illetve a Dózsa-György út másik oldalán lévő szakaszra is kihelyezni ott a Húsbolt környékére egy sebesség lassító táblát. Ivóvíz, szennyvíz hálózat. Ugye nyilvánvaló, hogy az ivóvíz hálózatot, ahogy a TRV, és köszöntöm itt a szakembereket, hiszen napirendi pontunk is lesz, hogyha esetleg kívánnak majd most hozzászólni, akkor természetesen megadom a szót. Az ivóvíz hálózat cseréjét, rekonstrukcióját szerintem folyamatosan végezte az elmúlt időszakban is a TRV. Én azt gondolom, hogy az ütemezetten a GFT-nek megfelelően továbbra is folytatódni fog az ivóvíz hálózat, mint ahogy a szennyvíz hálózat rekonstrukciója is. Valóban új megbízott igazgatóasszonnyal egy nagyon jó kapcsolat kezd kialakulni. Nem szeretném elkiabálni, de biztos vagyok abban, hogy hatékonyan tudunk együttműködni. Folyamatos a kapcsolat, levelezésben vagyunk nap mint nap. Közösen keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a folyamatos rekonstrukcióira és a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Szennyvíz helyzet. Ugye elmondtuk a toronyháznál, hogy mi a probléma, és hogy miért kell odafigyelni nagyon körültekintően a javításra. Én azt gondolom, és azt látom, hogy aki figyeli folyamatosan az ott végzett munkát, az láthatja, hogy elkezdődött a munka, nagy odafigyeléssel és körültekintéssel végzik a szakemberek. Az, hogy másik két helyen is ezen egy picit vitatkozok képviselő úrral, hiszen az orvosi rendelő előtti rész, amelyen van egy megsüllyedés, az a szakasz az javításra került, tehát hogy teljesen ki van cserélve a cső. Nem amiatt süllyedt meg az út, mert a szennyvíz vezeték beszakadt, mint ahogy a toronyház környékén is, hanem ott egyszerűen egy rekonstrukciós hiba történt a kivitelező részéről. Ezt jeleztük, hiszen garanciális időszakon belül vagyunk. Ugye maga az útszakasz a megyei közút hálózat, illetve a megyei közút kezelésében van. Itt ő írta elő a javítást. Megy a vita a kivitelező és a közút kezelő között, hogy mekkora szakaszt kell neki elvégezni. Én nem kívánok ebbe beleszólni, azt gondolom, hogy a megyei közút szakemberei pontosan tudják azt, hogy amit ők előírnak, azt kell elvégezni. Nyilván ezt a javítást a TRV szakembereinek kell majd lemeccselni, hogy úgy mondjam, a kivitelezővel. Valóban a Petőfi út környékén is történt egy kisebb beszakadás. Ezt is figyelték folyamatosan a szakemberek, hiszen ennek a szakasznak a javítására mintegy 4 hónappal ezelőtt kötött Karcagváros önkormányzat a szerződést a kivitelezővel. A különböző szennyvíz bekötési munkálatok ütemezése miatt későbbre került ennek a szakasznak a javítása, de egyeztetve a megkötött szerződés alapján a kivitelezővel előre hoztuk a javítási munkálatokat, tehát elkezdte a kivitelező
a munkát hamarabb, mint ahogy a szerződése szólt. Nyilván fontos volt ennek a résznek a javítása, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez folyamatosan megy, zajlik, biztonságosan fog megtörténni. Bocsánat. Ahogy képviselő úr is tudja, és szerintem több képviselőtestületi ülésen is szó volt róla, Karcagváros önkormányzat elvégezte azt a munkát, amelyre forrást kapott Magyarország kormányától, tehát meg lett terveztetve a szennyvízhálózat teljes rekonstrukciója, a szennyvíztelep rekonstrukciójával együtt. Ez egy pályázati forrásra be lett nyújtva a kormánynak. Ugye a kormány támogatja, képviselő úr is szerintem pontosan tudja, hogy a magyar közlönyben is megjelent ennek a támogatásnak a ténye. Mihelyest forráshoz jutunk a KEHOP pályázatból, természetesen azonnal elkezdődik a rekonstrukció, amely a város teljes területére vonatkozik, tehát gyakorlatilag abból a 11,5 milliárd forintból, amely szükséges ahhoz, hogy ez a rekonstrukció megnyugtatóan véghez menjen, megkapjuk a forrást, azonnal tudjuk kezdeni a munkálatokat. Én bízom abban, hogy nem sokára meg is érkezik az ehhez szükséges anyagi támogatás. Óvoda, iskola. Én örülök, hogy képviselő úr unokái abba a korba léptek, hogy iskolába és óvodába járnak, mert így akkor szembesülő is azzal, hogy milyen sok feladat vár az önkormányzatra, ha eddig nem tűnt föl esetleg, hogy milyen sok feladat vár az önkormányzatra az oktatási intézmények, iskolák, óvodák, bölcsödék felújításával kapcsolatosan. Folyamatosan figyeljük természetesen azt, hogy mit tudunk és hova tudunk átcsoportosítani, hiszen mindig van feladat, és nyilván mindig vannak olyan igények, amelyeket szeretnénk kielégíteni. Tudom, hogy a Szimóvodában is nagyon régi kérés az, hogy valami fajta napellenző legyen megoldva az épület mellett. Nyilván, hogyha erre pályázati lehetőségünk lesz, akkor meg fogjuk tenni. Ugye, azok a források, amelyek rendelkezésünkre állnak, saját források, néha ennél fontosabb dolgokra kell, hogy elköltésre kerüljenek. Nem tudom, hogy képviselő úr tudja, hogy például a nyár folyamán a Csokonai úti óvodában több millió forintból kellett felújítani a szennyvíz és ivóvíz rendszert, mert hogy szükséges volt ahhoz, hogy az óvodai ellátás biztosítva legyen szeptembertől. Nyilván ezekre is kell költenünk, mint ahogy még nagyon sok mindenre, én nem akarom ezt most végig ragozni. Ha lehetőségünk lesz, én azt gondolom, hogy én leszek az első, aki csatlakozik ehhez a felvetéshez. Sőt, hogyha az esetleg megoldás, akkor én nagyon szívesen felajánlok egy havi képviselői keretet, hogyha képviselő úr is csatlakozik ehhez a felajánláshoz, akkor azt gondolom, hogy már egy kezdő tőkével rendelkezik az óvoda ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni mondjuk a féltetőnek a megépítését, vagy valami fajta napvitorlának a telepítését. Úgyhogy én ezt felajánlom, ha képviselő úr csatlakozik, akkor már ketten vagyunk ebben, úgyhogy lesz egy kezdő tőke. Óvodai, illetve iskolai felújítás, én úgy tudom a tankerület igazgatójától, hogy a Kiskulcsosi Általános Iskola felújítása napirenden van. Benyújtásra került, és ha jól tudom, elfogadásra is került a megyei iskola fenntartó részéről ez a pályázat. Nyilván itt is várják a forrásokat, amint meg lesz, a Kiskulcsosi iskola lesz a következő az iskolák felújítása sorában Karcagon, amely elkezdődhet. Úgyhogy nyitott kapukat dönget képviselő úr, én bízom abban, hogy ez is el fog kezdődni. Aztán mindenre válaszoltam. További? Viszont válasz? Igen, valami olyasmi. Igen, köszönöm szépen, és a lehetőséggel élek, tehát minden további nélkül, sőt, örömmel teszem a képviselő illetményem, egyhavi illetményemet minden további nélkül felajánlom az óvoda számára, illetve arra a célra, hogy ott megépüljön ez a napellenző rész. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. További kérdés, hozzászólás? Molnár Pál képviselő úr.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, kedves televíziónézők. Két dolgra szeretném fölhívni a figyelmet, az egyik egy kérés lenne. Szerencsére Karcag lakosságának egyre nagyobb része él a egyéni sportok lehetőségével, nevezetesen a gyaloglással vagy a futással az erdei tornapályán. Az erdei tornapályának viszont a futó felülete évek során nagyon betömörödött. A korábbi években a Nefagerő gondoskodott fenyőkéreg felszórásával, pontosabban fenyőkéreg biztosításával a munkálatokat a Városgondnokság kis és közepes méretű erőgépekkel és humán erőforrás segítségével elvégezte, de ez néhány éve abban maradt. Én polgármesterrel arra szeretném kérni, hogy tegye meg a szükséges lépéseket abba az irányba, hogy ez a fenyőkéreg újra biztosítva legyen, és újra egy kiváló futófelületet tudjuk biztosítani az ide látogatóknak. Még egyszer mondom, egyre többen, jó magam is járok ki rendszeresen, de egyre többen járnak ki sétálni, gyalogolni, de futni is nagyon sokan kint vannak. Arra szeretném felhívni képviselőtársaimnak, többek között András András képviselőtársamnak is a figyelmét, hogy a TRV-vel kapcsolatos szennyvíztelen működésével kapcsolatban a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság éppen a héten egy napirendi pont keretében helyszíni szemlével egybekötött tájékoztatót kért a vezetőségtől, valamint a helyszíni szemle során a bejárásnál válaszokat kaptunk arra, hogy milyen fejlesztések, hogy konkrétan milyen fejlesztések és milyen módon lesznek a beruházások elvégezve, amennyiben a források biztosítva lesznek. Én kérném, hogy akit érdekel ez a téma, látogassa a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság üléseit, valamint kísérjen el bennünket a helyszíni bejárásra is, mert ott kendőzetlenül elmondták a problémákat, észrevételeket, ami nagyon hasznos volt még számomra is. Hozzáteszem, én szinte napra készen foglalkozom a szennyvíz és a TRV működésével, ugyanis a bizottsághoz is részben, a Környezetvédelmi Bizottsághoz is hozzátartozik, valamint személy szerint engem érdekel a téma. Javasolnám, hogy látogassuk ezeket a bizottságüléseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor rátérünk a napi rendek megtárgyalására. Első napi rendi pontunk, javaslat Karcagváros önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023-as önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselő testület, jogszabályi kötelezettségének eleget téve a most beterjesztésre kerülő rendelet tervezet tartalmazza a központi költségvetésből lebontott támogatásokat, hozzájárulásokat a különböző államháztartáson belülről és kívülről érkező átvett pénzeszközök előirányzatosítását, az ezek közötti átcsoportosítási kérelmeket, a költségvetési szervek irányító szervi támogatásainak változását. Így jelen módosító javaslat összességében mintegy 9 milliárd 600 millió forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. Az írásos anyagot mindenki megkapta, a részletes írásos anyagot vitára bocsájtom. A napi rendet kérdés, hozzászólás van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, kedves televíziónézők, tisztelt jelenlévők. Tulajdonképpen hasonló hozzászólásom lett volna, amit polgármester úr is elmondott precízen a napirendi ponttal kapcsolatosan, úgyhogy nekem már csak annyi tisztem maradt, hogy elmondjam, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság tegnapi ülésén ezt a napirendi pontot megtárgyalta, és egyhangulag támogatta, a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólás, kérdés. Kanászli László képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt Jegyző úr, képviselőtársak, jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Az ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta a költségvetés módosítása, illetve negyedéves felülvizsgálatára szóló rendelettervezetet. Egyöntetően egyetértettünk abban, hogy a képviselőtestület eddig terjesszük is jóváhagyásra. Hagyjuk a elfogadásra, javasoljuk a rendelettervezetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze. Igen, nem,
tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadásáról szóló rendelettervezetre. Tisztelt képviselőtestület, a lakások és helységek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helységek bérbeadásának rendjét még 2019-ben határozta meg az önkormányzat rendeletben. Ez a hatályos lakásrendelet a Jászlóshegy-Szolnok vármegyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljáró vizsgálat alapján megállapította, hogy egyes rendelkezései nem felelnek meg. A jogszabályokban előírtaknak, így előírta, hogy szeptember 30-áig ezek kerüljenek kijavításra. Áttekintve az eddigi rendeletet, azt láttuk, hogy célszerű egy új rendelet tervezetet, egy új rendeletet alkotni, melyet az írásos anyag tartalmaz, kiküldése került, megkapta mindenki, gondolom sikerült áttanulmányozni. Kérdés, hozzászólás van-e ezzel az anyaggal kapcsolatban? Nagyné László Erzsébet. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők! Karcag Városi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a múlt heti ülésén tárgyalta ezt a napirendi pontot, és egyhangulag, támogatólag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, illetve a rendeletet megalkotásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Az ügyrendi és jogi bizottság is szintén tárgyalt ezt a napirendi pontot. Úgy láttuk, hogy nagyon jól átlátható mind a bérlők, mind a leendő bérlők számára olvasmányos és egyértelmű rendelet született, úgyhogy javasoljuk elfogadásra. Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem. Tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk javaslat a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló rendelettervezetre. Tisztelt képviselőtestület, az utóbbi időben az állampolgári bejelentések és panaszok érkeztek, illetve rendőrségi tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy a különböző vendéglátóipari egységek környékén megemelkedett azon személyek száma, akik közterületen, elsősorban záróra után tovább fogyasztják a szeszes italt a vendéglátó egység környékén, és ez az alkoholfogyasztás bizony nem mindig társul megfelelő magatartással, zavarja a szomszédos ingatlanok lakóinak mindennapjait, életvitelét, nyilván az esti pihenésüket. A rendőrséggel történt egyeztetés alapján javasolt egy önkormányzati rendelet megalkotása a közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatosan, amely rendelet szerint este 10 órától másnap reggel 8 óráig Karcag teljes területén a közterületi alkoholfogyasztást megtiltja, így lehetőséget ad a rendőrségnek a szankcionálásra, illetve szabálysértési eljárás indítására azokkal szemben, akik nem megfelelően alkalmazzák a rendelet ide vonatkozó pontjait. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van. Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen ismét a szót. A bizottságunk tárgyalt ezt a rendelettervezetet. Elbeszélgettünk róla, és biztos, hogy lesz még ennek jövője, ennek a rendelettervezetnek. Minden esetben mi megfogadtuk, hogy nem fogunk este 10 után alkoholt fogyasztani közterületen, és hát javasoljuk ezt elfogadni mindenki számára, és a rendőrség reméljük, hogy alkalmazni is fogja ezt a rendeletet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, bízunk benne, hogy lesz visszatartó ereje. Ugye a Covid időszakában már volt egy időszak, amikor nem csak este, hanem nappal is tilos volt Karcag teljes közterületén az alkoholfogyasztás. Ugye ez a veszélyhelyzet feloldásával megszűnt ez a rendelet hatálya. Emiatt kell gyakorlatilag egy új rendeletet alkotnunk.
azért megnyugtatásuk közlöm, hogy a különböző önkormányzati és intézményi rendezvények kapcsán természetesen ez alól felmentést tudunk adni, illetve szerepel a rendeletben 2 nap, amikor felmentést adunk mindenki számára, ugye ez a december 31-e és a január 1-e, tehát a szilveszter időszakára természetesen ez alól felmentést kap mindenki, de a többi napon marad ez a tiltás. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 4. napirendi pontunk, javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelettervezetre. Tisztelt képviselőtestület, hasonlóan a lakás és nem lakás céljára szolgáló helységek rendeletéhez a Vármegyei Kormányhivatal hatósági főosztálya törvényességi vizsgálatot végzett és megállapította, hogy rendeletünk bizonyos pontjai szintén nem felelnek meg a jogszabályoknak, ezért ezeket javítani szükséges, itt is az látszik célszerűnek, hogy helyezzük hatályon kívül az előző rendeletet, és egy teljesen új rendeletet alkossunk ezzel kapcsolatosan. Írásos anyag kiküldésre került, kérdés hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Bizottság támogatta. Én elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 5. napirendi pontunk, javaslat Karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001 képviselőtestületi határozat 2023. évi első módosítására. Nagyon hosszú a cím, de ennél egyszerűbb a tartalma ennek a javaslatnak, hiszen folyamatban van a településrendezési eszközeinek módosítása ebben az évben is. Így 2 rendezési cél került jelen javaslatban megfogalmazásra. Az első rendezési cél esetében a terület belterületi övezetből külterületi övezetbe történő átsorolása valósulna meg, amely egy jövőbeni pályázat lehetőségének a kihasználását teszi lehetővé ezzel, hiszen ha külterületi övezetbe kerül a gyepmesteri telep, akkor egy olyan pályázati lehetőség nyílik meg előttünk, amely a fejlesztéshez segíthet, fejlesztési forráshoz, jutáshoz segíthet bennünket. A második rendezési cél esetében pedig a már megépült kerékpárhálózatnak a jogi rendezése miatt válik szükségessé, hiszen ott egy 20 négyzetméteres területet szükséges megvásárolnunk a Volán ZRT-től ahhoz, hogy jogilag rendben legyen a kerékpárút a jövőben is, és a működési engedélyt, illetve a használatba vételi engedélyt megkaphassuk. Ehhez viszont szükséges az, hogy az 500 négyzetméteres telek alakítást egy kicsit módosítsuk ebben a település szerkezeti tervben, illetve majd a következő napirendben is. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Ahogyan jeleztem, a 6. napirendi pontunk, vagyis javaslat Karcag településrendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001-es rendelet 2023. évi első módosítására. Tehát, ahogy az előzőekben is jeleztem, gyakorlatilag egybe tartozik szinte a 2 napi rend, de mivel külön határozatot szükséges elfogadni, ezért egy új napi rendi pontként került feltüntetésre. A 2 cél ugyanaz, nem ismételném meg még egyszer, tehát az első a gyepmesteri telep, a második pedig a kerékpárút használatba vételének segítése. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Bizottság támogatta. Én is támogatásra javaslom, aki egyetért jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 7. napirendi pontunk, beszámoló Karcagváros Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról.
Tisztelt képviselőtestület, a 2023. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján, hogyha végigolvassuk, akkor láthatjuk, hogy összességében megállapítható, hogy a kiadás megfelelő ütemben a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg első félévi gazdálkodásunk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a második fél évben ne kellene nagyon körültekintően és odafigyelve folytatni a már megkezdett utat, és ugyanilyen szigorúan gazdálkodni a rendelkezésre álló forrásokkal. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van. Bizottság támogatta. Ha nincs kérdés, hozzászólás, én elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 8. napirendi pontunk, javaslat a Karcagváros Önkormányzat képviselőtestületének 2023. évi munkatervéről szóló 253/2022-es képviselőtestületi határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, többször éltem már ilyen kérdéssel a képviselőtestület irányába, most is ezt teszem. Polgármesteri feladataimból adódóan egy olyan megbeszélés sorozat lesz október 23-át követő héten, amely nem teszi lehetővé azt, hogy a 26-ai képviselőtestületi ülésen részt tudjak venni, illetve az azelőtti napokban is, így javaslom, hogy a 23 október 26-ai képviselőtestületi ülést egy korábbi időpontban, október 24-én, ha jól emlékszem, akkor ez egy keddi nap, úgy szintén, mint most is, kerüljön megtartásra. Ehhez kérem a képviselőtestület hozzájárulását. Tehát gyakorlatilag két nappal korábban lenne. Kérdés, hozzászólás van-e? Tessék? Nyilván lehet változtatni rajta, akár 23-án is megtarthatjuk. Két koszorúzás között, képviselő úr, hogyha ráérnek. A 24-ét javaslom, aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 9. napirendi pontunk, tájékoztató a karcagi többcélú kistérségi társulás működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről. Tisztelt képviselőtestület, egy nagyon tartalmas anyagot kaptunk a kistérség részéről, valóban tartalmaz minden olyan ismeretet, anyagot, amelyet az elmúlt évben, években elvégzett a kistérségi társulási tanács, illetve a kistérségi társuláshoz tartozó intézmények, ugye elsősorban a karcagi intézményekről beszélünk. Nagyon sokrétű az a munka, amelyet elvégeznek, és amelyhez én csak gratulálni tudok, hiszen valóban egy nagyon színvonalas és nagyon nehéz munkát végeznek azok a szakemberek, akik ezekben az intézményekben dolgoznak. Nagyon nagy átalakításon mentek keresztül az intézmények, ugye a Covid helyzet miatt sok költözésen kellett keresztül menniük, a pályázati lehetőségeket kihasználva is nagyon sok nehézség elé állította az ott dolgozókat, illetve nyilván azok a változások, amelyek menet közben bekövetkeztek, gondolok itt a védőnői hálózatra, vagy az ügyeleti ellátás átalakítására, mind-mind olyan feladat, amelyet nagyon szépen, precízen és flottul levezényeltek az intézmény vezetők, illetve az intézményben dolgozók. Úgyhogy én csak megköszönni tudom a munkájukat. Ahogy mondtam, nagyon tartalmas az anyag, gondolom mindenki át tudta tanulmányozni. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Pánti Ildikó képviselő asszony. Igen. A bizottság tagjaként kívánok néhány gondolatot, tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők. Valóban, ahogy polgármester úr is említette, maga az anyag is hatalmas, terjedelemben is, részletes, elemző, de ugyanakkor a tevékenység is, amit az ellátórendszer a városban végez, vagy egyéb más területen az önkormányzatoknál.
Úgy fogalmazom meg, hogy a települések és a településen a lakosság minden korosztályának a problémáját érinti. A gyermekkortól kezdődően egészen az idősekig. És ehhez a megfelelő ellátórendszerek kialakultak az évek során, amely nagyon fontos az önkormányzat számára, mert ez egy nagy terület, nehéz terület, és gondok, problémák voltak is, vannak is, meg lesznek is, mert sokrétű. És ezek az ellátórendszerek gyakorlatilag tevékenységükkel megfelelő területhez, szakemberhez igazodva tudnak és kell is, hogy segítsenek ezeken az embereken. Nem csak azért, mert szakemberek és tudják, hogy mit kell tenni, hanem ahogy fogalmazom a magam megítélésében, szociálisan is érzékenynek kell lenni azokkal a problémákkal, amelyekkel nap mint nap találkoznak. Nagyon sokrétű, az anyag tartalmazza statisztikák tükrében is. És ez, bízom benne, hogy a jövőt illetően is a városban jól működik, mint ahogy eddig is jól működött, mert nem könnyű területen dolgoznak, ami lelkileg is sokszor megviseli az ott dolgozókat, de túl kell lépni, és az apró eredményeknek is örülni, mint ahogy minden területen, mert ezek mindig egy újabb, hogy úgy mondjam, probléma kezelésére adnak lehetőséget. És ez gyakorlatilag, ami fontos számunkra, hogy ezek az ellátórendszerek, a gondok, problémák megoldása, vagy legalábbis segítésének módja mellett megmutatják az odaérkezőknek, az ott lévőknek, idősek otthona, idősek klubja, hadd ne mondjam tovább, az életnek a napos oldalát is, mert az is van. Rendezvényeikkel, foglalkozásaikkal, odafigyelésükkel, támogatókkal együtt, egy-egy ünnep, egy-egy rendezvény, ami a mindennapokat színesíti. És ez nagyon fontos. És meg kell említeni még a máltai szeretetszolgálatot, ha nem is ebben a rendszerben, de a segítők között. Tudva levő, hogy naponta az élelmiszercsomagjaikkal segítenek azokon, akik erre igényt tartanak és jogosultak. És azt is tudjuk, hogy a külterületen élőknek, kerti lakóknak, vagy esetleg a város távolabbi pontján a tanyagondok szolgálattal viszik rendszerességgel ezeket az élelmiszercsomagokat, és ez is nagy dolog. Azt kívánom, hogy legyen hozzá továbbra is hitük, reményük, és jó munkát, és köszönöm a munkájukat, és értékelni tudom nagyon. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Nagyné László Erzsébet képviselő. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, kedves televíziónézők. Hát nagyon sokan nem tudják, ahogy itt Pánt Ildikó képviselőtársam is elmondta az előbb, hogy milyen sokrétű tevékenységet végeznek a karcagi többcélú kistérségi társulás szociális szektorban dolgozó intézményei. Bár a Covid ideje alatt azért nagyon sokan tapasztalhatták az ő segítő áldozatos munkájukat. Én ezúton is nagyon köszönöm az összes intézménynek és az intézmények dolgozóinak a munkáját. A múlt hét folyamán a Szociális és Egészségügyi Bizottság ezt a tájékoztatót az eredményekről megtárgyalta és egyhangulag elfogadta. És ezúton is két dologra még szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a védőnői szolgálat igénybevétele, ami feltétlenül úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon nagy munkát tesznek bele a kollégák, kolléganők. Július 1-től ugye a megyei irányító intézménye, Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza Kórházrendelő Intézet munkavállalói, és a városi mentor védőnőnek a székhelye a Karcagi Kátai Gábor kórházban van. Tehát elérhetőségük úgy gondolom, hogy biztosított, és teljes mértékben
zökkenőmentes átmenettel sikerült az Országos Mentőszolgálatnak most e hónap szeptember 1-ével átvenni a házi orvosi ügyeleti feladatellátást, melynek helyszíne a Karcagi Kántai Gábor Kórház sürgősségi betegellátó osztályán van. Én úgy gondolom, hogy jóval hatékonyabb ellátást és gyorsabb ellátást tudnak biztosítani ezáltal az OMSZ szervezésében dolgozó házi orvosok, ahol a helyi lakosok találkozhatnak a saját házi orvosaikkal is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a munkátokat, és a további munkához nagyon jó egészséget és erőt kívánok mindannyiótoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Én azt gondolom, hogy elismerve azt a munkát, ahogy képviselőasszonyok is fogalmaztak, én mindenképpen támogatásra javaslom a beszámolót. Biztos vagyok abban, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az a munka, amelyet elvégeztek valóban a szociális szektorban lévő kollégák, az minden támogatást és dicséretet megérdemel, többek között azt is, hogy egyhangulag fogadjuk el. Aki így gondolja, az kérem jelezze igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda Intézmény vezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárásban véleményező bizottság létrehozására. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat pályázatot írt ki a Madarász Imre Egyesített Óvoda Intézmény vezetői álláshelyének betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje 2023. augusztus 31 volt, így az álláshelyre kiírt pályázat véleményezésére egy bizottságot, egy legalább 3 tagú bizottságot szükséges létrehozni. A bizottság tagjainak javaslom elnökének Pánti Ildikó képviselőasszonyt, tagjainak dr. Pintér Zoltán képviselőurat, illetve Gyökeres Évát, a közalkalmazotti tanács elnökét. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Pintér Zoltán Árpád képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester asszony, tisztelt képviselőtársak, jelenlévők, tisztelt televízió nézők, Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási Kulturális és Sportbizottsága múlt hét hétfői, tehát ülési tárgyalta a szóban forgó napirendi pontot, tulajdonképpen ahogy polgármester úr ismertette, magasabb vezetői megbízatás ellátásához ugye a Madarász Imre Egyesített Óvoda Intézmény vezetői állását pályáztatnunk kell, bár hozzáteszem egyébként, hogy az intézményt, annak telephelyét kiválóan igazgatja a megbízott vezetés jelen pillanatban is. A pályázatok ugye augusztus 31-ig érkezhettek be, nyilvánvalóan a jogszabály megköveteli egy véleményezési bizottság létrejöttét, ez ugye szükséges a végleges vezető kinevezéséhez. Hozzáteszem, hogy maga a végleges vezető kinevezése pedig szükséges ahhoz, hogy hosszú távon az eddigieken megszokott színvonalon újabb pályázatok bevonásával, újabb források elérésével a Madarász Imre Egyesített Óvoda és annak intézményei magas szinten, magas színvonalon láthassák el ugye a gyermekek gondozását, nevelését. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 11. napirendi pontunk, javaslat a 2024. évi Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra és a pályázathoz költségvetési előirányzat biztosítására. Tisztelt képviselőtestület, ahogy mindenki előtt ismert, önkormányzatunk a kezdetektől, tehát 2000-től folyamatosan részt vesz a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozva, és saját költségvetéséből minden évben támogatta a pályázókat. Én javaslom, hogy ebben az évben sem legyen ez másképp, tehát csatlakozzunk az ösztöndíj pályázathoz, illetve javaslom, hogy a 2024 évi költségvetésben 3 millió forint előirányzatot biztosítsunk ezekre a célokra. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta, másik bizottság is támogatta. Én is támogatásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem,
tartózkodás egy hangulat került elfogadásra. 12. napirendi pontunk, javaslat a Karcag belterület 45/49/42-es helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló 188/2023-as képviselőtestületi határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, egy technikai javítást kell ebben a határozatban módosítani, hiszen az eredeti határozatban szükséges a vételár pontosítása, mivel ezen ingatlan értékesítése mentes az áfa alól, így e szerint szükséges módosítani a határozatot, amelyben a 45-49 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a Ferruminox Aqua Build Kft. Részére kívánjuk értékesíteni. Kérdés, hozzászólás van-e a javaslattal kapcsolatban? Ha nincs elfogadása, javaslom, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. 13. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Kertész József utca 2 szám alatti 155 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység bérbeadására. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat még 2018-ban döntött arról, hogy a tulajdonában lévő Kacsó 16 szám alatti ingatlan kerüljön bérbeadásra a Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédelmi Alapítvány részére, ahol az alapítvány adománygyűjtő boltot működtet, azóta is folyamatosan. Közben a képviselőtestület döntött arról, hogy ezt az ingatlant, tehát a Kacsó 16 szám alatti ingatlant elkívánja adni, így gyakorlatilag a bérleményt vissza kell vennünk az önkormányzat részére ahhoz, hogy értékesíteni tudjuk. Az alapítvány megkereste az önkormányzatot, hogy tudunk-e más ingatlant biztosítani az adománybolt üzemeltetésére. Én azt gondolom, hogy szükséges támogatnunk és segítenünk ennek az alapítványnak a működését, azon keresztül is, hogy adományboltot tudjon üzemeltetni, hiszen ebből befolyó bevételeket is az állatmenhely működésére és üzemeltetésére fordítja, mint ahogy azt a sok-sok önkéntes munkát is, amely nélkül egyébként nem tudna működni a Kóbor Szívek Állatmentő Alapítvány. Így javaslom, hogy a Karcag Kertész József út 2 szám alatti 155 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helységet adjuk bérbe az alapítványnak, természetesen jelképes összegért, ezzel is segítve az ő munkájukat. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. 14. napirendi pontunk, javaslat Karcagváros víziközműveinek 2024-2038 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére. Tisztelt képviselőtestület, a víziközmű szolgáltatásról szóló jogszabály alapján a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel a víziközmű szolgáltatási rendszerként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, mely fejlesztési terv beruházási, felújítási és pótlási tervekből áll. A Tiszamenti Regionális Vízművek Karcagváros Vízműveinek 2024-2038 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét elkészítette, így ezt láthatjuk a javaslat mellékleteként. Én vitára bocsájtom a napirendet. Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? És tisztelettel köszöntöm a TRV részéről Mika Csilla asszonyt, a helyi TRV vezetőjét. Én gondolom, hogy ha esetleg olyan kérdés merül föl, akkor természetesen ő is tud válaszolni ezekre a kérdésekre. Én azt gondolom, hogy egy hosszú tárgyalási folyamat végén került ide a képviselőtestület elé ez a gördülő fejlesztési terv, amely nem jelenti azt, hogy ne kellene folyamatosan felülvizsgálni, javítani, figyelemmel kísérni, többek között arra való tekintettel is, amit a elején képviselő úr feszegetett, és amelyre én is próbáltam válaszolni, hogy az a pályázati forrás, amely
várhatóan megérkezik településünkre, azért nagyban befolyásolja majd a gördülő fejlesztési tervnek az időszakra vonatkozó elképzelései, terveit, és hát nyilvánvaló, hogy a menet közben felmerülő problémákat is folyamatosan orvosolni kell, tehát egy ilyen fejlesztési terv nem jelenti azt, hogy kőbe van vésve erre a 15 évre, ezt folyamatosan felül kell vizsgálni és egyeztetni, mint ahogy abban állapodtunk meg az elmúlt napokban is, hogy ugye szeptember 30-áig kell benyújtani az elfogadott GFT-t, de nem fog megállni a tárgyalás, tehát már a jövő héten is folytatjuk, hiszen leegyeztetett időpontunk van a tárgyalásokra, úgyhogy nézzük folyamatosan a fejlődés és a fejlesztés lehetőségeit. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen, az polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Gördülő terv minden évben, mert elfogadjuk, támogatjuk, és szeretnénk, ha meg is valósulna. A tapasztalat az, hogy évek hosszú során gyakorlatilag a gördülő tervből a éppen Viszmajor helyzeteken kívül semmi nem valósult meg. Ezzel azért egy pillanat képviselő vitatkoznék, hiszen azok a lakossági szennyvíz bekötések, amelyek folyamatban vannak, és jelen pillanatban is megvannak, ezek többek között a gördülő fejlesztési tervnek is köszönhetőek. Bocsánat, hogy közbeszóltam, ez egy nagyon fals információ, amit képviselő úr mondott. Ez ennek köszönhető. Sarkalatos volt lehet, én elfogadom ezt is, de többségében a gördülő tervben tervezett dolgok nem valósultak meg. Nem. Tehát lehet itt apróbb dolgokra hivatkozni, hogy igen, hogyne, persze. Ennek ellenére a nagyobb részében soha nem valósult meg. Sőt, mondhatom azt, hogy az elmúlt 30 évben nem valósultak meg azok a fejlesztések, amelyek igenis szükségessé váltak volna ebben az országban. Én nem akarok visszafele mutogatni az elmúlt időszakra, a jövőre szeretnék mutogatni arra, hogy ez a gördülő terv, amit most is megszavazunk, ebből valójában mikor és mekkora a reális esélye, hogy meg is valósul valami. Mert az, hogy pályázati pénz lesz rá, rendben van, oké, lesz rá, lesz, nem vagyok benne biztos, mert azért információim szerint Lázár János úr elég sok beruházást felfüggesztett, és elég sok beruházás mögül kiemelte a forrást. Kérdés, hogy emögül is kiemelte, vagy az ilyen jellegű beruházások mögül is kiemelte, vagy uniós forrásokra várunk? Mert ezek azért nagy kérdőjeleket hordoznak magukba, és hogyha nem lesz rá pénz, akkor miből fogjuk ezt megvalósítani? Maradunk annál, hogy igen, van egy helyzet, amit azonnal meg kell oldani, mert vészhelyzet van, mert esetleg nem megfelelő, vagy nem működik a csatornahálózatunk, a szennyvíz eltávolítás, vagy éppen nincs vízszolgáltatás a városban, hál' Istennek ilyen nem fordult elő azért az elmúlt időszakban, de ne zárjuk ki. Ne zárjuk ki, mert előfordulhat. Tehát a fejlesztés igenis szükséges. Lesz rá pénz? Itt ez a nagy kérdés. Mert terv, gondolat, akarat az van. Forrás. Tudom, lehet, hogy nem ez a szint, ahol ezt a kérdésről kellene tenne, de úgy gondolom, hogy a TRV azért van olyan viszonyban a minisztériumokkal és egyéb forrást kezelőkkel, hogy erre esetleg tud nekünk majd választ adni a későbbiekben. Én azt is értem, hogy nem olyan egyszerű. Persze, nyilván semmi nem egyszerű. De ez többek között az a kérdés, amit nagyon nem lehet sokáig halogatni. Én bízok benne, hogy ez a gördülő terv, amit most megszavazunk, ez az elkövetkezendő időszakban nagyobb részt meg is fog valósulni. Szurkolok a TRV-nek, szurkolok az új vezetésnek, és bízok benne, hogy a Karcag és Karcagváros lakosai ennek a gördülő tervnek haszonélvezői lehetnek. Köszönöm. Ahogy elmondtam, képviselő úr, ennek a gördülő fejlesztési tervnek azért sok mindent köszönhetünk. Köszönhettünk az elmúlt időszakban, többek között ezeket a lakossági bekötéseket is, amelyek elkezdődtek, folyamatban vannak, érkeznek az igények, megpróbáljuk folyamatosan kielégíteni, nyilván addig, amíg a keret ezt lehetővé teszi. Azt, hogy képviselő úr szurkol, annak én nagyon örülök, mi meg dolgozunk, és nyilván nem azzal foglalkozunk, amit képviselő úr próbál ide a testületi ülésre behozni, hogy mi fog történni, ha és mi lesz, hogyha, és nem történt meg 30 év alatt semmi. Én azt gondolom, hogy az utóbbi évek nem ezt mutatják, amit képviselő úr elmondott, úgyhogy nyilván lehet rébuszokba beszélni, lehet nagy szavakat mondani, lehet
politikai tőkét kovácsolni ezekből a mondatokból. Én azt gondolom, hogy mi dolgozunk, nem mellé beszélünk, és a valóság azt mutatja, hogy a gördülő fejlesztési tervnek köszönhetően, amelyet én mondom még egyszer az utóbbi hetekben, hónapokban, az elmúlt évben sikerült olyan szintre hoznunk és olyan megállapodásunkat kötnünk a TRV-vel, amely jó irányba megy, jó irányba mutat, és közösen úgy tudjuk felhasználni ezeket az összegeket, hogy az a város lakosságát segítse, mint ahogy most is segíti. További kérdés, hozzászólás. Nagyné László Erzsébet képviselő. Köszönöm szépen. Képviselőtársam felszólalását nem tudom szó nélkül hagyni. Pénzügyi fejlesztési bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendet. Nagyon sajnálom, mert a bizottságnak tagja, de nem vett részt ezen a bizottsági ülésen. Én ott tettem fel kérdéseket. Többek között például a tilalmasi ivóvíz hálózatnak a fejlesztését, hiszen közvetembe tartozik. Ennek a kiviteli terve egy korábbi ülésen, amire hivatkozott képviselő úr, hogy minden évben tárgyaljuk, egy korábbi ülésen volt arról döntés, hogy igen, ennek most már el kell készülnie a kiviteli tervnek. El is készült, én megkérdeztem, el is készült a gördülő tervnek köszönhetően, és ütemezetten a megvalósítás is benne van a tervben. Az, hogy képviselő úr itt Pázár Jánost emlegeti és EU-s forrást, az bizonyítja számomra, ha már politikai dolgot akarunk kovácsolni belőle, hogy nem olvasta hát a képviselő úr most sem, és az elmúlt években sem a gördülő tervet, hiszen ebben tökéletesen a szereplő táblázatokban, mind a karbantartás felújításoknál, mind a fejlesztéseknél szerepel, hogy melyik tételnek mi a forrása. Legyen az használati díj, vagy legyen az forrás hiány jelen pillanatban, mondjuk 2030-ra vonatkozóan, mert még nem tudjuk meghatározni. Vagy, tehát ez annyira pontosan van számolva, hogy adott esetben egy 60 milliós beruházásnál ott szerepel, hogy részben 50 millió forint használati díj, 10 millió forint még forrás hiányos. Tehát kérem képviselő urat, hogy mielőtt bármilyen egyéb jellegű forrásokra várás, mint mennyből a nem tudom én mit, hivatkozna, hogy így tárgyalunk ilyen igen fontos anyagokat, azelőtt legyen szíves és olvassa át a dokumentumokat, az előterjesztéseket részletesen, és úgy tájékoztassa a lakosságot, ahogy azt olvasta, illetve ahogy az írott anyagban szerepel. Köszönöm. Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr, kér szót. Köszönöm szépen. Én szeretnék csatlakozni a előttem szóló Nagyné László Erzsébet képviselőnő szavaihoz, és megkérném képviselőt, hogy látogassa a pénzügyi bizottság üléseit, ugyanis valóban nem volt ott a legutóbbi ülésünkön. És azt is megkérném képviselőnek, hogy szálljon le egy kicsit a magas lóról, ugyanis ön elkezdte itt mondani, hogy 30 év alatt nem történt semmi, ez nem történt, az nem történt. Polgármester úr nagyon helyesen közbevágott, hogy most is zajlanak ezek a bizonyos szennyvíz bekötési beruházások. Ön ezeket a beruházásokat apró dolgoknak nevezte. Hát ne haragudjon képviselő úr, ez az én körzetemben a Szamos utcán és a Baros utcán is van egy-egy zug, ahol a lakók megalakították az építő közösséget, befizették házanként azt az összeget, amit kedvezményesen be lehetett fizetni, és nagyon várják ennek a beruházásnak az elkészültét. El is indult a városban, sorra fog kerülni hamarosan minden, ne nevezze ezt apró kérdésnek, vagy apró történésnek. Köszönöm. További kérdés, hozzászólás. András Jadrás képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Na már megszólítattam. Igen, nem voltam ott az előző bizottsági ülésen. Engedtessék meg, olyan magánjellegű probléma akadályozott benne, ami nem tartozik itt alapvetően senkire sem. Köszönöm szépen, ez az egyik része. Ezért. Egyébként jellemzően ott szoktam lenni, vissza lehet nézni bármikor a jegyzőkönyveket. Szerintem én voltam ott a legtöbbször ezeken a bizottsági üléseken, rajtam kívül jó néhányan gyakrabban hiányoztak, de ezt hagyjuk, nem érdekes részletkérdés.
Igen, azt mondja a képviselő, hogy befizették a lakók. Igen, befizették, és nagyon várják, hogy a pénzükért kapjanak végre valamit. Mikor? Forráshiány. Képviselő azt mondja, igen, valóban. Föltöntjük, hogy 60 millió, de 10 millió hiányzik belőle. Amíg az hiányzik belőle, addig nem lehet megvalósítani. Ja, az mikor lesz? Honnan lesz? Értem én, mindent értek. Mindent értek. Egy a lényeg. Gördülő terv, megszavazzuk. Nagyszerű. Mikor lesz belőle valami? Képviselő úr, én azt gondolom, hogy volt egy képviselőtestületi ülés, amelyen vagy itt volt, vagy nem, de nyilván akkor nem figyelt. A képviselőtestület meghatározott egy keretösszeget arra vonatkozóan, hogy melyik évben mennyi forrást tud biztosítani a lakossági bekötésekre. Ez a keret, ez évente meghatározott, erre az évre elfogyott. Ugye 40 millió forintot határoztunk meg, ezt egyébként az elmúlt évben túlléptük, ugye ezt gondolom képviselő úr észrevette a költségvetés tárgyalásánál. Ha jól emlékszem, akkor a 22-est azt nem fogadták el, a 23-est azt talán már igen. Tehát meghatároztunk egy keretet, ennek megfelelően haladunk. A lakossági igények folyamatosan jönnek, ezeket feldolgozzák a hivatal munkatársai. Ugye ezekre elő kell készülni, terveztetni kell, tehát nem lehet úgy elvégezni egy munkát, hogy befizetik és azonnal hozzákezd a vállalkozó. Befizetik, ami egyébként minimális ahhoz képest, hogy valójában mennyibe kerül egy-egy ilyen bekötés. Még ha jól emlékszem, akkor a 10%-át sem éri el a lakossági befizetés a valódi költségeknek. Tehát bejön az igény, a hivatal munkatársai megvizsgálják, elkezdődik a tervezés, belekerül abba a keretbe, amit fel tudunk használni, ha nem, akkor átkerül a következő évi keretbe. Tehát én kérem képviselő urat, hogy ne riogassa Karcagváros lakosságát azzal, hogy nem lesz elvégezve, hogy nem fog kapni a pénzért semmit, meg lesz minden egyes lakossági bekötés, ütemezve annak megfelelően, ahogy a forrásaink rendelkezésre állnak, és megnyugtatom képviselő urat, hogy ezek a források rendelkezésre állnak, különben nem határoztuk volna meg ezt a keretet. Hogy ezt ön megszavazta, vagy nem szavazta, erre én valóban nem emlékszem, hogy itt van-e testületi ülésen, vagy nem szavaz-e, vagy nem szavaz, mert néha nem lehet nyomon követni ezeket a szavazásokat, de azt gondolom, hogy ahogy elmondtam, ezek a bekötések meg fognak valósulni annak megfelelően, ahogy erre a lakosság ígéretet kapott. Kérdés, hozzászólás van-e még? További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor én javaslom elfogadni a 2024-38 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem. Tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Én köszönöm, hogy András András képviselő úr is támogatja a lakossági bekötéseket azzal, hogy elfogadta a gördülő fejlesztési tervet, bár nem tudom, hogy akkor eddig mi volt a problémája vele. 15. napirendi pontunk. Jelentés lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról. Tisztelt képviselőtestület, 20 darab jelentés elénk kerül megtárgyalásra. Én gondolom, hogy mindenkinek volt ideje végignézni ezeket a lejárt határidejű jelentéseket. Egyben szavazunk a 20 jelentésről, ha csak valakinek nincs valamelyikkel kérdése, hozzászólása, ügyrendi javaslata esetleg, vagy egyesével. Ha nincs akkor elfogadásra, javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a zárt ülés és egyben a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem továbbá, hogy a képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint, ahogyan azt ma elfogadtuk, 2023. október 24-én kedden 15 órai kezdettel ülésezik. Kérdezem tisztelettel, hogy van-e valakinek javaslata, a napi rendi ponti javaslata erre az ülésre. Amennyiben nincs, úgy
Megköszönöm a képviselő testület tagjainak, meghívott vendégeinknek a megjelenést, az aktivitást, köszönöm a kedves televízió nézők figyelmét, a mai testületi ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek.